Minél több magyar aranyérem nem számítunk nyilvánvalóan. Katinkának nagyon drukkolunk, de hát ugye láttuk azt, hogy azért most nem biztos, hogy akkora forma van, de ez nem jelenti azt, hogy nem ő minden idők legnagyobb magyar sportolója. Már mennek az előfutamok a Duna Arénában. Kimegyünk és megkérdezzük a kilátogatókat, hogy tetszik nekik a szervezés, hány magyar aranyat várnak, és mit gondolnak a VB-re költött adóforintokról. Beszéltünk arról bent, hogy igaz, hogy előfutamok vannak, de eléggé üres volt a lelátó. Persze, amikor mi úszott, akkor azért hangosak voltunk, de jó lett volna, hogy így évvégén a gyerekek, a diákok akár iskolánként kaphattak volna ingyen jegyeket, elismerni az egyéves teljesítményüket, vagy bármit. Tehát jutalomjegyeket kaphattak volna, és szerintem meg lehetett volna tölteni így a szünet első hetében a lelátók a diákokat. Persze ez most az előfutam volt, tehát gondolom, hogy estére azért megtöltik, de most is jó lett volna, hogyha gyerekek ott vannak. Igazából a jegyárak nekem az elég magas volt, úgyhogy... Ja igen, hát hogy a diákok jöhettek volna akár ingyenesen, tehát nekem így évvégén tanárként most nekem tök jó, hogy ingyen be lehetett jönni, de tök jó lett volna, hogyha a diákoknak lehet osztani ingyen jegyeket, mert most is üres volt a nagyon, nagyon tetszik, teljesen professzionális dolog. Mi ilyen ajándékjegyekkel jöttünk, egy alapítvány segített minket, hogy nézzük ezeket az elődöntőket itt a kislányommal, úgyhogy teljesen rendben volt a dolog. Hát a szervezés az nagyon alapos, és nagyon széleskörű, és nagyon szabályos. Úgyhogy nekem egy kicsit sok ez a szabály, hogy minden időt kell teszállni, mert nehezen lehet bejutni. De hát egyébként gyönyörűen megszervezték a Magyar Úszószövetség és a csapata. Fantasztikus szerintem, őrületes jó a hangulat, már most így délelőtt is, képzelem, hogy mi lesz itt este, csak most azért jöttünk ki délelőtt a gyerkőcökkel, mert este pont más programunk van, viszont mindenképp szerettünk volna belekóstolni a hangulatba, úgyhogy szerintem fergeteges, most ilyenkor kevesebben vannak, de este szerintem tuti telt ház lesz. Hát nagyon tetszett. Hát a magyaroknak nagyon voltunk, és voltak pár olyan futamok igazából, ahol másnak is drukkoltunk, tehát nem csak magyaroknak, amikor ugye nem mentek magyarok, vagy ilyesmi. Nem egy 2-3 az jó lenne. És talán világba bízhatunk, hogy ő esetleg behúzza. Nem mernék számokat mondani, minden éremnek örülnék, nem csak aranynak. Minél több magyar aranyéremre számítunk nyilvánvalóan. Katinkának nagyon drukkolunk, de hát ugye láttuk azt, hogy azért most nem biztos, hogy akkora forma van, de ez nem jelenti azt, hogy nem ő minden idők legnagyobb magyar sportolója. Milák Kristóftól biztos, hogy érem várható. Hát 4-re, de lehet, hogy csak 3 lesz. Milák Kristófnak, Katinkának és a Lorának. Hát én így az egész magyar csapatnak. Hát én is. Hát van, esély az mindig van, tehát csapatsportban bármi megtörténhet, úgyhogy hát reménykedjünk, hogy minden jobb eredményt elérnek. Nem vagyok annyira most otthon a pillanatában, nagyon szeretném. Hát azért a régi nagy csapathoz képest még fejlődni persze. Hát én nagyon szurkolok nekik, nagyon sok munka van benne, úgyhogy szerintem van esély. Mind a kettő csapatot a dobogóra várom. Nagyon szeretnénk, igen, azt otthon nézni fogjuk mindenféleképpen. A vízes VB az szerintem nagyon jó Magyarországnak és Budapestnek is. Hát az minél jobb lenne, hogyha tele lenne. Tehát szerintem ez most a tévében is, hogyha látszik, hogy mennyire üres a lelátó, az nem feltétlenül pozitív. Én szerintem az nagyon jó, ha minél. Tehát ha van létesítményünk, akkor használjuk ki. Én azt gondolom, hogy minél többet szervezünk, ha jönnek és megtisztelnek minket azzal, hogy nálunk lehet, akkor csináljuk. És szerintem nézőként is jó, versenyzőként is jó,
és szerintem a létesítményeket igenis használjunk, és szerintem ez fontos. Az, hogy ilyen rugalmasan, ilyen sebességgel meg tudtuk ezt szervezni, az egész világ ide figyeljen egy pillanat alatt fölfejlődni erre, ez szerintem óriási büszkeség, erre tényleg büszke vagyok. Magyarként is, és a szervezőknek a munkájára külön is. Hát Budapest neked egy nagy reklám is, és a külföldiek ide jönnek, és gondolom, hogy ezen kívül még egy pár napot itt töltenek, mert Pest híresen ugye biztonságos, tiszta város európai szinten, és ez egy szép város, sok látnivaló van, úgyhogy szerintem sokan jönnek ide. Kényes téma. Hát én bizonyos tekintetben azt mondom, hogy örülök neki, hogy nem vehettek részt rajta. Egy ilyen konfliktus közepette nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha itt a sportolók is kilettek volna téve bizonyos dolgoknak. Nem biztos, de ez biztos, hogy így meg lett előzve. A bekiabálások, ilyesmi, az szerintem simán benne van ilyenkor, és hát nem jobb, hogy megkíméltük magunkat. Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert a szívem vérzik értük. De azért nem jó a politikát, meg a sportot keverni. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, ami történik tőlünk keletre. Nem tudom, ebben nem vagyok kompetens, hogy ezt eldöntsem. Nagyon sajnálom őket. Sajnálom a nemzetközi diplomáciának, hogy ilyen szinten áthat egy sporteseményt. Az olimpiák is arról szóltak, hogy nincsenek háborúskodások. Személy szerint engedtem volna bármilyen sportolót jönni ide. De nem az én dolgom ez. Szomorúak ezek az események, de talán a sportolókat külön kellene kezelni ezektől, hiszen ők nem igazán tehetnek erről a kialakult helyzetről. Nem feltétlen kellene, hogy hátrányos megkülönböztetés érje őket emiatt, hiszen ők ugyanúgy edzenek, ugyanúgy készülnek, ugyanúgy dolgoznak, és ugyanúgy szeretnének versenyezni, mint bárki más. Én így gondolom. A sportolónak semmi köze a politikai vezetésnek a cirkuszához, úgyhogy ezzel nem értek egyet. Hát igen, csak kérdés az, hogy mennyit kapott támogatásba Magyarország emiatt a FINA-tól, illetve hát nyilván ugye itt a vendégszurkolók, külföldiek, ugye nyilván az is azért számít, hogy mennyien jöttek, és abból származó bevételek is azért vannak. Az az igazság, hogy én egészen más kaliberben gondolkodom, mert én a saját pénztárcámat nézem, tehát én igazából erről nem tudok semmit mondani, mert fel se tudom fogni, hogy 30 milliárd az mennyi. Én nagyon remélem, hogy valami finanszírozásbeli segítséget azért kapnak. Tehát nem csak a Magyarország finanszírozza ezt. Nem vagyok tisztában az összegkel, de nekem teljes mértékben másodlagos, hogy mennyit költünk. 30 milliárd egyébként. 30 milliárd. Nem tudom, más országok mennyit csinálják, ezt nem tudom megítélni. A lényeg, hogy a nemzetközi odafigyelés szerintem fontos, és most nálunk van, és mi magyarok vagyunk, úgyhogy erre büszke vagyok. Ez egy olyan szintű világesemény, hogy ebbe azért bele kell tenni a pénzt. Tehát, hogy nem tudom, nem értek hozzá, nem vagyok szakmabeli, hogy ki lehet-e hozni olcsóbban, de szerintem ez az, amire érdemes költeni egyébként. Tehát, hogy az úszás is, ez a létesítmény, meg ez a profizmus, ami itt van, ez nyilván befektetést igényel, úgyhogy annyira a milliárdokban nem tudok belefolyni, de szerintem ebbe érdemes pénzt tenni. Nagyon sok gyerkőc itt van az utánpótlás nevelésben, és ez mindenképp fontos szerintem, hogy legyenek itthon ilyen események. Szerintem túl sokat ráköltenek erre. És az a kérdés, hogy ez a magyarok áldozata-e, vagy a FINA is mennyit áldoz, vagy mennyit fizet be. Mert hogyha a magyarok állják a nagy részét, akkor az azért nem jó. És ha nagyok lesztek, akkor mik szeretnétek lenni? Úszó. Mindannyian? Hát én állatorvos is leszek. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag. Fizessen elő a Klasszis lapcsoport, a Privát Bankár, az M4, a Piac és Profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk klasszis.hu.